Saul apostolnak Filemonhoz írt levele. Saul, Jahusa Hamasiáknak fogja, és Timóteus az atyafi, Filemonnak a mi szeretett munkatársunknak, és Appiának a szeretetnek, és Arkippusnak a mi bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek. Kegyelem néktek, és békesség Elohimtől, a mi atyánktól, és Adonai Jahusa Hamasiáktól. Hálát adok az én hatalmasságomnak mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban, mert hallom a te szeretetedet, és ama te hitedet, mely van benned Adonai Jahusához, és minden kodesim irányában, hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen, ha Másiach ügyében, minden bennetek levő jónak megismerése által. Mert sok örömünk és vigasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a kodesimnek szíveik megvidámodtak te általad, atyám fia. Annak okáért jól lehet nagy bátorságom van, ha Másiachban megparancsolni néked azt, ami illendő. A szeretetért inkább kérlek ilyen lévén, mint Saul, a megvénhedett, most pedig fogja is Jahusa Hamásiáknak. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onésimusért, aki egykor te néked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos. Kit visszaküldöttem, te pedig őt, azaz az én szívemet fogad magadhoz. Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem a jó hírért szenvedett fogságomban. De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jó téteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen. Mert talán azért vált meg tőled ideig óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza. Nem úgy immár, mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit. Kiváltképpen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mint testben, mint Jahuában. Azért, ha engem részes társadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engemet. Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nekem róvd fel. Én Saul írtam az én kezemmel, én megfizetem, hogy azt ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem. Bizonyára, atyám fia, jó téteményt várnék tőled Jahuában. Vidámítsd meg az én szívemet, ha Másiákban. Bízván a te engedelmességedben. Így írtam néked, tudván, hogy annál, amit mondok, többet is fogsz cselekedni. Egyúttal pedig készíts nékem szállást, mert remélem, hogy a ti imádságaitokért néktek ajándékoztatom. Köszönt téged Epafrás, az én fogolytársam Jahusa Hamásiákban, továbbá Márkusz, Arisztárkusz, Témász és Lukász, az én munkatársaim. Adonai Jahusa Hamásiáknak kegyelme legyen a ti lelketekkel. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!